Nagy lelkeken is erőt vesz a szerelem hatalma. Írta vallomásaiban a nagyságos fejedelem, azaz II. Rákóczi Ferenc, édesanyja második házasságáról, amely 1682. június 15-én Munkácson köttetett, Tököli Imre és Zrínyi Ilona között. Igazi szerelem volt kettejük között. Leveleikben kölcsönösen, rendkívül bensőségesen szólítják meg egymást. A kor szokásainak megfelelően császári engedéllyel kerülhetett sor a Frigyre, enélkül Zrínyi Ilona gyermekei jövőjét is kockáztatta volna. Az ország főméltóságai jártak közben a császári engedélyért, az esztergomi érsek, a kancellár és a magyar kamara elnöke. A főméltóságok és a Habsburgok az ország megosztottságának felszámolását remélték a házasságtól. Vajon volt-e ennek realitása? Zrínyi Ilona 1676-ban özvegyült meg, miután első férje a veselényi összeesküvésből is ismert első Rákóczi Ferenc elhunyt. Valószínűleg Tököli Imre kezdeményezésére 1677-ben kezdődött a kapcsolatuk, és bár Tököli Imrének 5 évig kellett rám várnia, és mégsem estünk kétségbe, írt az Zrínyi Ilona. A feleség 1649-ben született, nagyapjának újabban felfedezett horvát nyelvű naplója szerint. Így 8 évvel volt idősebb az 1657-ben született Tökölinél. A 8 éves korkülönbség szokatlan volt, de nem volt rendkívüli. Ráadásul a vallásuk is különbözött. Tököli evangélikus, Zrínyi katolikus volt. Az esketést Lipóczi Miklós evangélikus lelkész végezte. Alig hihető, hogy a mélyen valláshoz Zrínyi Ilona nélkülözte volna a katolikus szertartást, erről azonban még nem ismert forrás. Második Rákóczi Ferenc a 6 éves kori emlékeit megírva vallomásaiban nagy eszemiszomról tett említést. Az esküvőről írt tarca jegyzője is, aki kevés pompáról számolt be. A vonzalom azonban közös volt és sírig tartó. A házasság csak első Rákóczi Ferenc édesanyja Báthori Zsófia halála után jöhetett létre, aki mindvégig egy számító betolakodót látott Tököliben, akitől meg kell védeni a Rákóczi vagyont, amely majd második Rákóczi Ferencet illeti meg. Zrínyi Ilona, a gazdag, katolikus, Habsburg-hű, horvát származású család politikai, társadalmi és vagyoni szempontból is előnyös házasságot kötött Észak-Kelet-Magyarország leggazdagabb főúrával, az erdélyi trón lehetséges örökösével, első Rákóczi Ferenc választott fejedelemmel. A házastársak valószínűleg kölcsönös tisztelettel viseltettek egymás iránt, de nem alakultak ki a mindent elsöprő érzelem. Rákóczit felesége apja, Zrínyi Péter szépen bevonta a Habsburg ellenes összeesküvésbe, amelybe csak azért nem jutott apósához hasonlóan a vérpadra, mert anyja Báthori Zsófia megvásárolta a szabadságát. 1676-ban II. Rákóczi Ferenc születése után alig 3 hónappal megözvegyült, így valódi támasz nélkül maradt. Tököli Imre gazdag marha kereskedő családból származott, apja nyerte el a grófi címet. A család számára a megkötött házasságok kedvezően hatottak az előmenetelre. Így került a család rokonságba a Forgács, a Nyári, a Turzó családokkal, és az árvai főispánság is így került a család kezére. Tököli Imre apja pedig Gyulafi Máriával kötött házasságával Erdélyben jutott birtokokhoz, illetve a Betlen családdal került rokonságba. Tököli nővére pedig az ország első fémméltóságának, Eszterházy Pál nádornak lett a felesége. Az evangélikus, késmárki születésű Tököli gróf apja belekeveredett a veselényi összeesküvésbe, így a Habsburg csapatok megostromolták a család árvai várát, ahonnan 1670-ben az ifjú Tökölit áruhában kiszöktették. A család mintegy 3,5 millió forint értékű kincset veszített el. Az erdélyi és kelet-magyarországi birtokok révén azonban így is tekintélyes vagyonuk maradt. Kétségtelen, hogy Zrínyi Ilonával kötött házassága révén megnövelte az 1670-es években megszervezett kurucmozgalom anyagi erejét. Ráadásul, mint láttuk, ez a házasság sokkal inkább állt érzelmi, mint politikai alapokon. Viszonyuk gyermekáldás terén is termékenynek bizonyult, de mindhárom esetben tragédiával ért véget. Közös gyermekeik valamennyien rövid életűek voltak. Tököli az 1685-1688 között Munkácsot hősiesen védő feleségének nem tudott segítséget nyújtani, mert török fogságban volt, majd kiengedése után nem rendelkezett elegendő haderővel a vár felmentéséhez. Második Rákóczi Ferenc emlékirataiban általában kevés jó szót szánt Tökölinek. Kettejük közti törést az 1683-as török hadjáratban való részvétel során szerzett negatív élmények okozták.
Itt a 6 éves második Rákóczi Ferenc kemény tábori életet élt. Találkozott hideggel, vérhassal, éhezéssel. Később ugyanennek hasznát vette, de ezek a napok az egész életére szóló rossz emlékként maradtak meg. Valójában Zrínyi Ilona férje nézeteit teljes mértékben támogatta, és ezt jól bizonyítják fennmaradt egymásnak írt leveleik is. Elég gyakoriak voltak a bensőséges megszólítások, az aggódó gondolatok és az egymás iránt erős érzelmeket tükröző sorok. Nem csak gondolataik, hanem cselekedeteik is a két fél összetartozását mutatták, hiszen Thököly hajlandó volt feleségét két császári generálissal kiváltani, aki ezt követően azonnal a férjéhez utazott Törökországba, és ott élte le élete hátralévő részét. Ez is a különleges kapcsolatról tanúskodik kettejük között. Az európai udvarokban még 1695-ben is politikai tényezőként emlegették őket. A megítélés terén inkább Zrínyi Ilonát pozitívan ismerték el a források, csodálva a hősasszony műveltségét, közösségteremtő képességét. Thököly azonban a törökkel szövetkezett, sőt kitartott mellettük a visszafoglaló háborúk idején is. 11. Ince pápa az egyik levelében így írt: mentsége nincs, és lázadónak tekintedő. Leibniz, a német filozófus is Thökölyt hibáztatta a németek elleni felkelésért, szerinte a lelkét odaadná egy fejedelemségért. A szövetséges franciák természetesen mentegették Thökölyt, mivel a magyarok több szabadságot találtak a töröknél, mint a név szerint keresztények között. A példák jól illusztrálják, hogy Thököly kapcsán mindenféle megközelítéssel találkozunk, akár hazai, akár külföldi szerzők tollából. Addig Zrínyi Ilona kapcsán többségében vannak a pozitív vélemények. Bármit is írt róluk II. Rákóczi Ferenc, tudjuk, hogy végül felismerte, hogy anyja tetteinek nincs más racionális magyarázata, csak a Thököly iránt érzett szerelme. Így elmondhatjuk, hogy az 1682. június 15-én Munkácson megkötött Frigy két szerelmes ember valóban életre szóló kapcsolatát jelentette. Megvalósult a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára, és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com